Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, kívánjuk Jóisten áldását mindannyiunk számára. Ezen újabb alkalommal, amikor együtt kezdhetjük így a szombat első pillanatait. Ugyebár a múlt héten már említettük ezt, hogy innentől fogva a péntek esti Isten tiszteleteket csupán online közvetítésen keresztül fogjuk megtenni, tehát így nem lesz hiány abban, hogy együtt lehessünk és Isten igét hallgatjuk, de a péntek esti Isten tiszteletekben a személyes látogatás elmarad az Isten tiszteleteken. Ez még nem akadályozza meg, hogy a nap világos felében holnap együtt lehessünk Isten házában. Néhány kijelentést szeretnék megtenni. Mint hogy már megszoktuk az utóbbi napokban, hetekben, hogy estéről estére 21 órától evangelizációs istentiszteletünk zajlik az online kereteken belül, és így még a ma esti és a holnap esti záró előadás van hátra. Ezeket is kísérjük figyelemmel, osszuk meg a Facebook és a YouTube oldalakon, hogy minél több ember számára eljuthasson az üzenet. Néhányan már feliratkoztak az évkönyve füzetecskére, könyvecskére, amit három leves áron lehet megrendelni. Még egy pár napot várunk a rendelést, mielőtt leadnánk, hogy aki szeretné, tehát Mark Finley testvérünknek a könyve Remény a nehéz időkben címmel, nagyon aktuális könyv, aki szeretné ezt missziós jelleggel megrendelni, akkor az megteheti. Ismét említjük a Bibliákat 18 lejes áron, egyet fizetünk és kettőt kapunk. Ez a magyar nyelvű Bibliákra érvényes, mert mi nekünk ilyet rendeltek. Ez a Nagyváradi B kerület számára érvényes, ez a kedvezmény, tehát 18 lejes magyar szép kötésű csomagolás ajándék, kötésben levő Bibliákat vásárolhatunk, úgy, mint már vettük eddig is, már több ízben, de most egy akció folytán kettőt is kaphatunk ezért az árért. A folyóiratainak a rendelése lejárt, de még kaptunk két hét hosszabbítást, és pedig így gondolunk az Advent szemle folyóiratunkra és az Élet plusz egészség folyóiratokra. Két héten meghosszabbították a rendelési dátumot, és szeretném felhívni a gyülekezet figyelmét, hogy annyira csak lehet rendeljünk ezekből a folyóiratokból, mert mivel sajnos kevesebb a gyülekezeti látogatottság, országszerte, így a román rendelések is 40%-ban visszaestek, de magyar rendelések pedig 70%-ot estek vissza. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon nagy rizikófaktor, hogy afele megyünk, hogy nem megfelelő példányszám miatt nem fogják tudni hosszú távon ezen magyar nyelvű folyóiratokat kinyomtatni. Tehát még van lehetőség, két hetünk úgy advanced szemle folyóiratot, de az Élet és egészség, vagy Élet plusz egészség folyóiratot, az nagyon szép folyóirat. Hogyha egy vagy két számot rendelünk, vagy aki tud többet is, és rendszeresen tudjuk, hogy kinek adjuk oda, például járunk egy orvoshoz, odaadjuk, vagy pedig más ismerősünknek, szomszédunknak, akik rendszeresen megkapják, lehet egy idő után ő saját maguk fognak feliratkozni erre, és egy nagyon jó missziós jellegű lap, ami képviseli igaz az egészségügyi reformot főleg. Nyitott kapjuk napja következik, november 25 és 26-án, kedvezményes vásárlás, ez a Szól a könyvesboltjainkban. Máskor egy napot, most tudomásom szerint még egy napra meghosszabbították ezt, azért, hogy még több lehetőség legyen vásárolni. Tehát azt jelenti, hogy bizonyos százalékban 10-20-30%-os kedvezmény is attól függ, hogy melyik árura, melyik könyvre vonatkozólag, tehát ilyenkor irodalmat vásárolhatunk saját magunk részére, vagy pedig ajándék
szempontjából mások számára. Imaheti időszakon következik november 28-tól egészen december 5-ig, tehát jövő héttől kezdődően, már így a szombat kezdési péntek estétől kezdődően egészen a következő hétig, hogy hétközben mennyire fogunk tudni gyülekezni a gyülekezetben, erről majd jövő héten nyilatkozom konkrétabban. Addig a szombati istentiszteletekről, ugyebár délelőtt 10-től 12-ig vagyunk jelen, az imahét keretén belül ez a két szombat úgy fog zajlódni, hogy délelőtt 10-től 12-ig ugyancsak ugyanúgy gyűlünk, de 10-től, tehát az imaóra van, 11-től istentiszteletünk, és délután pedig a szombatiskola 16 órától. De ezen két alkalommal, mivel ugyebár megvannak ezek az estéről estére megszabott kis elmélkedések, akkor délelőtt fogjuk a délelőtt és a délutáni istentiszteletet is megtartani, vagyis az imaóra 10 órától megtartjuk az első elmélkedést, és 11 órától pedig a második elmélkedést, és így délután pedig teljes körű időnk marad a szombatiskola átvételére. Tehát semmi nem változik a programban, hanem 10 órától is imaheti imaóránk lesz, 11 órától is egy másik témával imaheti imaóránk lesz, és majd délután 16 órától pedig szombatiskola. Köszönjük szépen a figyelmet, kívánjuk a Jóisten áldását mindannyiunk számára, és mielőtt most megnyitnánk Isten igéjét, meghívok mindenkit, hogy egy közös imádságban kérjük a Jóistennek a jelenlétét. Szerető Istenünk, mennyei jó atyánk, hálásak vagyunk te néked, hogy te gondviselő atyánk vagy. Köszönjük Istenünk, hogy megteszel mindent annak érdekében, hogy érezzük a te jelenlétedet. Köszönjük jó atyánk, hogy egész hét folyamán velünk voltál, vezettél, őriztél, gyógyítottál, felemeltél bennünket, és nehéz körülményektől megóvtál. Jó atyánk, hálásak vagyunk mindezért, mindenki a maga módján, maga életében emelje fel hálaszavát te feléd, Istenünk, és köszönjük, hogy most ismét itt van egy alkalom, egy pihenőnap eljövetel, amikor veled találkozhatunk, amikor veled időzhetünk, és ezért kérünk, hogy te jöjj és légy itt jelen közöttünk. Te áldottá az ége szavait, ami számunkra, hogy valóban ezek lelki felüdülésünkre, bátorításunkra, készülésünkre szolgálhatnának a veled való találkozásra. Köszönjük Istenünk, hogy így megszólíthatunk téged, és a te jelenléted által pedig itt leszel, hisszük, hisz megígérted. Köszönjük Istenünk, hogy mindezeket kérhettük tőled a Jézus nevében. Amen. Még egyszer nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen szombatkezdési állítatunkon. Kívánom a Jóisten áldását, békét és szeretetét érezhessük e mostani pillanatokban is. Már két alkalommal beszélgettünk a Keressétek először című sáfársági anyag témáiról, amit lehet, hogy sokan megkaptak, de sokan nem kaptak meg, ezért közösen szeretnénk átvenni ezeket ebben a hónapban, amennyire időnk van erre, vagy pedig átcsúszik a jövő hónapba is. A lényeg az, hogy folytatjuk a sáfárságnak a témakörét, amely eléggé tág témát foglal magában, az élet különböző területeit, de főleg a gyakorlati hitéletünkre fókuszálnak ezek a kis elmélkedések. Első alkalommal beszéltünk Annáról, Sámuel édesanyjáról, aki tényleg példát ad a mi számunkra az isteni előtt való megjelenésben, imádkozásban, és mindez őszinte szívvel, az áldozatkészségben. Tehát ebben kell, hogy megreformáljuk életünket. Második alkalommal beszéltünk Naomiról és Ruthról, és az ő élet történetükből megláthattuk azt, hogy ha Isten jósága látható módon jelen van életünkben, akkor ez elégséges ahhoz, hogy mások is megismerjék őt már, mint Istent. Nagyon fontos, hogy látható módon az Isten jósága tükröződjön a mi életünkben, és erre több erőfeszítést kell tegyünk, hogy ez tényleg láthatóvá váljon. És a mai alkalommal egy harmadik témához érkeztünk,
és pedig Megáll a címen megalkuvás nélkül Babilonban. Tehát vissza kell menjünk az időben egy kicsit a Dániel idejében, de mielőtt ezt megtennénk, kicsit gondolkodjunk el azon, hogy sokan úgy gondolják, hogy Istent első helyre tenni az inkább vallásos döntés az ember életében, semmint gyakorlati döntés. Hát vallásilag eldöntöm, de a gyakorlatnak ennek nem sok köze van. Tehát sokan így gondolják. De a Biblia ezzel szemben eléggé gyakorlatias. És mondjuk, hogy létünk minden területét érinti, minden területére kihat. Emberi lényünk minden dimenzióját megérinti, és tényleg nagyon tág az, ami témakörben, tehát gyakorlatilag érint bennünket ami hitéletünkben. Még a bibliai személyek sem helyezték mindig Istent az első helyre. Néhány bibliai személyre gondoljunk, akik nem úgy nem helyezték, hanem miért nem helyezi az ember sokszor? Hát azért nem helyezi, mert megalkuszik. Tehát megalkusznak az emberek, és ezért nem kerül Isten az első helyre. Kimagasló biblia személyekről beszélünk, ott van például Éva, ott van például Ádám, vagy ott van maga Ábrahám is, maga Mózes, Salamon, Illés, vagy Péter, és úgy sorolhatnánk, de mindegyiknek az életében látunk, hogy valamiben háttérbe szorult néha-néha az Isten, és ez a megalkuvás következménye volt. A meg nem alkuvóknak a névsora az viszont sokkal rövidebb, mint a megalkuvók névsora, hogyha a Bibliát is veszük alapul. Elsősorban kit említhetünk meg azok közül, akik meg nem alkuvók? Elsősorban ott van Jézus Krisztus, aki tökéletes példakép a mi számunkra. Majd ott van József, krisztusi előkép volt ő is, vagy ott van maga Dániel, vagy Dániel és az ő társai, és még bizonyára sorolhatnánk, de már sokkal szűkebb a kör, mint az előző megalkuvók sorában. Az első alcímünk ezen mai témánkban a megalkuvás nélkül Babilonban című témánkban, az első alcím azonosság és tisztesség. Gondolunk itt Nabukodonozor királyra, a Babilon királyára, így kezdődik a Dániel könyve, amint megostromolja, majd meghódítja Jeruzsálemet, aztán elvitte a templomi edényeket Babilonba, igaz, eléggé lerombolt állapotba került Jeruzsálem, túszokat ejtett, és Dániel és az ő három társa is ezen ifjú túszok közé tartozó, akik Babilonba kerültek. Talán itt azért olvassunk el néhány verset az első fejezetből. Itt rögtön az ő túszol ejtésüknek az idejéről. Harmadik verstől olvasom a Dániel első könyvében. És mondá a király Aspenáznak, az udvarmesterek fejedelmének, hogy hozzon az Izrael fiai közül is királyi magból való és előkelő származású ifjakat, akikben semmi fogyatkozás nincsen, hanem akik ábrázatra nézve szépek, minden bölcsességre eszesek és ismeretekkel bírnak és értenek a tudományokhoz, és akik alkalmatosak legyenek arra, hogy álljanak a király palotájában, és tanítsák meg azokat a káldeusok írására és nyelvére. És rendele nékik a király mindennapi szükségletül a királyi ételből és a borból, melyből iszik, ő iszik vala, hogy így nevelje őket három esztendeig, és azután álljanak a király előtt. Egyértelmű a leírás. A király megbízta embereit, hogy válaszoljanak olyan ifjakat, akiket, hogyha kiképeztet, akkor ezáltal erősíteni tudja az ő birodalmát. A terv mi volt? Ezek az ifjak végezzenek babiloni egyetemet,
tanuljanak babiloni kultúrát, Babilonnak a szépsége, a fensége, mind nyűgözze le ezeket a fiatalokat, és hát ezek folytán, miközben átalakulnak, lényegében a Babilon érdekeit képviseljék, és a Babilon érdekeit szolgálják. Ugyebár ezek a fiatalok, miközben mindenre meg voltak bízva, ők rabságban voltak. A rabságnak két veszélyét említhetjük meg. Az egyik veszélye az elszigeteltség, a másik veszélye pedig a beolvadás. Mind a két veszély ott van. Vagy nagyon elszigetelődsz, vagy pedig teljesen beolvadsz az új környezetbe a rabságodat illetően. Az elszigeteltség veszélye tehát az, hogy egy zárt közösségben, tehát hogyha nem vegyülök el a többiekkel, elhúzódok, elzárkózok, sokkal könnyebb megőrizni bizonyos értékeket, vallást, hitet, értékrendet, kultúrát. De úgy tűnik, mintha ez az elszigetelődés irányába kellett volna, hogy menjenek az izraeliták, a zsidó nép, és így Dániel és az ő társai is. De Isten Jeremiásnak adott üzenetében azonban a következőt olvassuk a Jeremiás 29. fejezetének 4, 5, 6, 7. versében. Most nem olvasom fel az ígét, de ilyeneket mondott Jeremiás, hogy ne szigetelődjetek el, vegyetek részt a város életében, és mutassátok be, hogy van Istenetek, és van reménységetek. Tehát, hogy a ti jólétetek a város jólétét szolgálja. Tehát, ne szigetelődjetek el, hanem vegyüljetek bele az ottani életbe. De miért? Bemutatni, hogy van Istenetek. A másik veszély a beolvadás. Tehát ezzel, amit Jeremiás mondott, és Isten üzenete volt a népnek, a másik veszély fele törekedtek, vagy pedig indultak ezzel el, mintha ebben nyomta volna bele a Jóisten őket, hogy akkor így, ha nem szigetelődnek el, nem védik a kis kultúrájukat, vallásukat, akkor ott a veszély, hogy beolvadnak ebbe az új környezetbe, bálványimádó környezetbe. Tehát pontosan ez fenyegette valóban ezáltal ezen ifjakat is, Dánielt és az ő társait, akiknek a neveiket is megváltoztatták. Igaz, rögtön az elején így olvassuk tovább, így olvasnánk tovább, hogy neveiket is megváltoztatták, és ez a névváltoztatás az új vallásukra és az új istenükre utalt. Tehát akár hányszor ők hallják a nevüket, mindig az újat, a bálványistent nevét hallják, és ezáltal, mintha egy agymosást végeznének az ő egész életükben. Hogy is hívták ezen fiatalokat? Mostan hirtelen biztos mindenki válaszol, hogy Sidrák, Misák és Abednégó. De ha jól belegondolunk, még mi is a bálványisten neveiket mondjuk. Pedig az ő nevük Ananiás, Misáel és Azariás. Tehát nagyon-nagyon veszélyes dolog volt ez, és nagyon jól tudták, hogy lényegében mit akarnak elérni a babiloniak ezáltal. Babilon, vagy ott van maga Bábelnek a filozófiája, mert onnan ered minden, hogy szerezzünk nevet magunknak, mondja az írás. Ma is sokan erre törekszenek. Iskolai végzettség által, különböző tanulmányok, egyetemek végzése által, vagy maga az anyagiak által, hogy hát nevet szerezzenek maguknak, legyenek valakik ezen a világon. Emlékezzen rájuk a történelem és az emberiség. Hogy ezek a fiatalok és maga a zsidó nép Babilonba került, veszélybe került Istennek az Ábrahám irányában tett ígérete. És pedig, hogy nagy néppé teszi, és áldás lesz minden nép számára az ő magva. Vajon Jóisten elfeledkezett az ígéretéről? De hogyha megfigyeljük tovább, miután elbukott Babilon, és jöttek a médó-perzsák, és a méd Dárius került a trónra,
hogy olvassuk, miről tett bizonyságot Isten igéje. Hogy szólítja Dáriusz Baltazárnak, vagy Dánielnek? Hát végig az írásban, talán az elején meg van említve, hogy Baltazár nevet kapta Dániel is, de végig Dániel könyvében és a király megszólításaiban is mindig Dánielt a saját nevén szólították. Dániel. Így olvassuk 6. fejezet 20. versében. Dániel, az élő Istenek szolgája, a te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, meg tudott és szabadítani téged az oroszlánoktól. Tehát nem Baltazár, hanem Dániel, aki az élő Istennek szolgálsz. Dániel tehát nem mondott le az ő azonosságáról az oroszlánok vermében, vagy az attól való félelemtől miatt. A három héber ifjú sem mondott le az ő azonosságáról, az ő hitéről, az ő istenéről, vallásáról, mert be volt fűtve a tüzes kemence. Nem mondtak le, egyikőjük sem. A nevüket megváltoztatták ugyan, de a szívüket nem tudták megváltoztatni. Miért volt hiába való ezen ifjak esetében a babiloni nevelés? Igaz, át akarták gyúrni, agymosás, mindent el akartak végezni, mégis úgy tűnik, mintha hiába való lett volna ez a sok törekvés. Miért? Mert Isten ígéjének alapos ismeretével bírtak. Így képesek voltak a hazugságot az igazságtól megkülönböztetni. Isten ígéje volt, ami adta nekik a világosságot. És mindig tudták, hogy ez hamis, ez igaz, akkor ezt követjük. De Babilon nem csak a nevüket változtatta meg, és szellemileg próbálta megnevelni őket, átnevelni őket, igaz, kultúra, nyelv, mindenfélit kellett nekik tanulni, hanem kiterjedt Babilonnak az átnevelési rendszere, elgondolása egészen az életüknek a legintimebb területeire is. Itt például mondhatunk egyet, a táplálkozás. Tehát, hogy mivel táplálkozunk, mit eszel, mi az, amivel te fenntartod magadat. Tehát ilyen téren is bele akartak szólni az ő életükbe. Babilon az életmódjuk minden irányú megváltoztatását tűzte ki célul. Ami lényegében nem más jelentett, mint az azonosságuk megsemmisítését. Tehát ez volt a cél. Felejtsék el, hogy ők zsidók. Felejtsék el, hogy ők az élő Istent szolgálják. Felejtsék el a nevüket. Még azt is, hogy hol születtek, mindent felejtsenek el. Mit táplálkoztak, mit tettek, mindent. Teljes agymosásra készültek. Ma nem ugyanerre törekszik, mondjuk úgy az öreg Babilon, vagy a öreg, de ugyanakkor modern Babilon. Kicsit, hogy idézőjelben mondva ezt. Vajon nem ugyanerre törekszik ma? Szellemileg át akarnak nevelni bennünket. Átnevelni az emberiséget. Erre törekszik a gonosz már mióta itt van ezen a földön. Igaz, már az iskolákba is már belesugalják a kicsit gyermekbe, hogy te fiú vagy, de lehet, hogy te valóban lány akarsz lenni, akkor lány vagy. És ki tudja milyen dolgokat, tehát egészen a párkapcsolatban, már maga a kultúrai szintjén, mit hihetünk, mit nem hihetünk, összekavarják az embereket, már a gyermekektől fogva, már ilyen nevelési szint az, amit súlykolnak az emberben. Akkor ott van a táplálkozás. Igaz, már egy-két multi cégnek a kezében van szinte az egész világ, amit itt eszünk Nagyváradon, azt teszik Afrikába, azt teszik itt, ott, szinte ugyanazokat az ételeket meg kell megtalálod mindenütt. Igaz, hogyha úgy isszák a Coca-Colát az északi sarkon, mint az egyenlítőnek a vidékén. Tehát a teljes egészében egyféle táplálkozási szisztémát, kultúrát akarnak belénk nevelni, tehát egy életmódja legyen mindenkinek. Miért?
Miért ez az átnevelés Babilon részéről? Hogy az emberek veszítsék el az advent váró identitásukat. Mert akik Krisztust várják, azok sok mindenben másképp kell éljenek, másképp kell cselekedjenek, másképp kell az életmódjukat folytassák, mint általában az Isten nélkül élő emberiség. Lehet, hogy nem mindenki él Isten nélkül, de Isten is megvan, meg én is úgy megvagyok, hagyjuk, hogy békében egymást. De aki komolyan veszi az Istennek való szolgálatot, aki tényleg találkozni akar azzal a Krisztussal, aki megígérte, hogy visszajön, annak meg kell őrizni az identitását, az azonosságát, mint hogy a zsidók is akkor, ezen ifjak, meg kellett őrizzék Babilon szívében. Igaz, Babilon közepette, ott meg kellett őrizzék azt, hogy ők kinek szolgálnak, és mind szolgálnak. A király eledele, amit ők visszautasítottak, nem volt engedélyezett az Isten által adott törvényben. Tudjuk, hogy itt a Bibliában és Mózes harmadik könyvében, 11. fejezetben nagyon szépen leírja, hogy mi a tiszta, mi a tisztátalan, milyen állatokat, húsokat lehet fogyasztani az Isten rendelése folytán egészségi szempontból. Tehát a törvény célja mi volt mindenkor, és mi mindenkor? Nem más, mint maga a megszentelődés. És persze sok mindenre kiterjed, de itt most, amire ma beszélünk, tehát még a táplálkozásnak a részleteire is kihat Isten törvénye, ami a megszentelődés szolgálja. Mert lényegében az Isten népéhez tartozásnak egyik ismertető jele az, hogy miképpen táplálkozik az ember. A következő alcímünk életmódban következetesek. Dániel és társai otthonuktól távol voltak, idegen országban voltak, óriási nyomás alatt voltak, de eltökélték az ő szíveikben, hogy nem fertőztetik meg magukat a király ételével és más dolgokkal. De itt ebben a, hogy eltökélték, hogy nem fertőztetik meg magukat, itt nem csak a hús evésről volt szó, és nem csak a borívásról volt szó, amit tisztátalan húsok fogyasztásáról és szeszes ital fogyasztásáról, hanem itt arról is szó volt, hogy ezek vallásos szertartás keretében voltak bemutatva az Istenként tisztelt királynak. És ilyen szempontból ezért utasították el a fiatalok, mert már össze volt kötve bizonyos vallási szertartással. És ehelyett ők inkább zöldséget fogyasztottak, kértek, vizet kértek, utalva az Isten által meghagyott étrend eredeti mi voltára, mit hagyott meg a Jóisten az embernek a kezdetekben. Igaz, Mózes első könyve, első fejezet 29. versében is olvashatjuk ezt. Tehát lényegében mire utaltak ezek a fiatalok? Gyakorlatilag arra utaltak ezzel, hogy kijelentették, hogy mindezeknek az adományozója Isten, mert ő az alkotó, és ő a teremtő, és nem a király, akinek köszönték, és akinek szentelték vallási szempontból ezt az egészet. Tehát a Biblia két dologról jelenti ki, hogy utálatosak az Isten előtt. Az egyik a bálványimádás, a másik pedig maga a paráznaság. És ezek az ifjak eldöntötték, hogy semmiféle alkot nem kötnek, egyik oldalon sem. Sem a bálványimádás terén, sem pedig a paráznaság terén. Na most itt maga a tisztátalan táplálkozás, mivel vallásos szertartáshoz volt kötve, tehát így egyfajta lelki paráznaságnak is nevezhettük volna, hogy hát ugyebár más Istennek is szolgálunk és imádkozunk és áldozatot mutatunk be. Tehát távol tartották magukat ezen lelki paráznaságtól és bálványimádástól. Az eledelekről szóló tanítást már a Biblia első oldalain is megtaláljuk. Ugyebár Mózes első könyve második fejezet 16.-17. versében, ezt hadd olvassuk el, ezt a kis
igét, amikor egyértelműen szól Isten igéje, és parancsol az Úristen az embernek, mondván a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudásnak fájáról arról ne egyél, mert amely napon ejendél, arról bizony meghalsz. Tehát az első parancsolat mondjuk úgy a táplálékra vonatkozik. Tiltott gyümölcs, nem szabad elfogyasztani. Aztán az első próba, ami Ádám és Éva életében volt, az szintén az eledellel is összefüggött. Nem csak azzal, de az eledellel is összefüggött. Maga az első kísértés Jézus Krisztusnak itt a Földön, a pusztai kísértésére, hogyha gondolunk, ott is, az első kísértésben is az evésről volt szó. Változtasd-e köveket kenyerekké. Tehát látjuk azt, hogy az első dolgok között, az első parancsolat, az első kísértés, az első engedetlenségben mind ott van a táplálkozásnak a gondolata. Miért választ Dániel és az ő három társa vegetáriánus étrendet? Hiszen, hogyha belegondolunk, a zsidók nem voltak vegetáriánusok. Tehát ez egy sokkal szigorúbb felvállalás volt, sokkal szigorúbb étrend, életforma, amit ők vállaltak, mint általában a zsidók, akik ugyebár húst fogyasztottak, de nem volt mindegy, hogy milyen húst, csak a tisztának minősült állatokat, ahogy olvasjuk a törvényben, Mózes 3. könyvének 11. fejezetében. Tehát ők mégis egy szigorú étrendet választottak. Miért? Mert tudatában voltak annak, hogy bizonyságot kell tenniük. Bizonyságot kell tenniük az ifjaknak, akikkel együtt voltak, és talán más népekből is voltak. Bizonyságot kell tenniük a babiloniaknak, akik mindenképpen el szeretnék viszont kerülni a megalkuvást. Tehát, hogyha eldöntöttem az én szívemben, hogy én mindenképpen a megalkuvást el akarom kerülni, akkor az ember nem elégszik meg csupán a törvény előírásaival, hanem a lehető legmagasabb mércét választja magának, és a lehető legjobbat. Na pont így tettek ezek a fiatalok is. Habár azt mondta a törvény, hogy igenis lehet például húst fogyasztani, ők azt mondták, hogy nem, még szigorúbbra vesszük, visszamegyünk a legkezdeti idő isteni hagyatkozásra, a teremtő által meghagyott étrendre, és csak azt fogyasztuk, tehát a vegetáriánus étrendet, zöldséget és vizet. Általában az embereket nem igen érdekli annyira a másik embernek a hite. Tehát nem éppen ez az első, hogy találkozunk, és akkor jaj, hát akkor neked milyen hited van. Tehát nem éppen túl érdeklődnek az emberek egymás hite iránt. De viszont valami iránt érdeklődnek az emberek. Egymás életmódját azért megfigyelik. Arra úgy odafigyelnek. Ha nem is olyan látható módon, de kifigyelik egymást. A Bibliára, a vallásra terelő beszélgetés pedig egy érdekes módon, úgy is mondhatnánk, hogy a táplálkozás, az életmódunknak a folytán egyre többet szóba kerülhet, úgy a Biblia, mint a vallás. Mert ha az emberek megfigyelik az életmódunkat, ezek kérdéseket szülnek. Hát te miért nem iszol ilyet? Te miért nem táplálkozol úgy? Te miért így? És igaz, mert látják, hogy nem úgy van, mint ahogy ők azt megszokták. És rögtön már a beszélgetés a Bibliára és a vallásra terelődik. Mit tanultunk még Dánieltől? A vallás nem korlátozódott csupán az ő életében az elméleti kérdésekre, hanem a mindennapi élet gyakorlati problémáit is érinti. A vallás az mindig összefügg azzal, hogy hogyan viselünk gondot
a mi testünkről. Nem lehet elválasztani a kettőt egymástól. Ott van például Dániel, Aspenásztól kér egy szívességet. Nem tudta, hogy fogja teljesíteni, vagy nem fogja, de megkéri, hogy egy 10 napos próbát tegyenek. Igaz, kockázattal járt, de gondolta Aspenáz, az udvarmesterek fejedelme, hogy hát 10 nap azért még nem lesz talán a haláluk ezeknek a fiataloknak, azért csak megpróbáljuk. Hát ha. És hát vegetáriánus menüt kértek az ifjak, és sikerrel mentek át a hitnek ezen próbáján. Miután átmentek, persze engedélyezték tovább is, hogy már 10 nap után szebbek voltak, és jól néztek ki, semmi háruka nem volt, megengedte tovább, és egyből 3 éves végső próba, 3 év múlva, amikor tanulmányaikat is befejezték, utána így olvassunk, amikor a király 10-szerte okosabbaknak találja őket, mindazoknál az írástudóknál és varázslóknál, akik egész országában valának. Hova vezetett ez a mondjuk úgy nem megalkuvás? Ez a kitartó dolog Isten dolgai mellett hova? Kimagaslottak 10-szerte a többiek közül. Dániel könyvének az első fejezete 3-szor említést tesz Isten közbelépéséről. Az első rögtön, mikor indul a fejezet, amikor Isten adta Nabukodonozor kezébe Jojákim királyt. Aztán a második közbeavatkozás, így olvassuk a 9. versben, hogy kegyelemre és irgalomra méltóvá tevé Dánielt az udvarmesterek fejedelme előtt. Tehát engedett a kérésének. Isten munkálkodott ezen udvarmesterek fejedelme életében. Aztán a harmadik pedig azt mondja, adott a 4 gyermeknek tudományt, a Jóisten minden írásban való értelmet és bölcsességet, Dániel pedig értett mindenféle látomáshoz és álomhoz is. Tehát ezt is az Isten adta. Tehát látjuk, hogy több esetben közbeavatkozik a Jóisten ebben a fejezetben. Dániel könyve újra meg újra visszatérő motívuma a győzelem és a szabadulás. Ugyebár, hogy az egész könyv kezdődik, egy nyomorúságos helyzete van Izraelnek, egy helyi nyomorúság, hogy jutottak, ahova jutottak, igaz, eltérve a Jóistentől, és ez folytatódik egy nagy nyomorúsággal, amikor ott van 70 éves fogságba kerülnek Babilonba. De mi a vége? Szabadulás. Az első fejezetben ott van az ifjaknak ez a helyzete, amikor egy próbába vannak, de sikeresen megállnak és megszabadulnak, úgymond. Tehát győzelmes 3 év utáni vizsgát tudnak tenni. Vagy ott van a 3 héber ifja tüzes kemencében, nyomorúságos helyzet, de végén ott a szabadulás. Vagy Dániel az oroszlánok vervében megint nyomorúságos helyzet, de ott van a szabadulás. Tehát végig kíséri Dániel könyvét a szabadulás, és a legvégén is a Dániel könyvének ez csendül fel, mikor jön majd a nagy szabadító. De visszatérve az első fejezetre, az itt leírt győzelem, amelyhez az ifjaknak bölcsességet ad, nem más volt, mint a végső győzelemnek az előjátéka. Tehát ezek a kicsi győzelmek, újra és újra, ezek segítenek a nagy győzelemnek az elérésében. Miért volt lehetséges a győzelem ezen ifjaknak? Itt ebben az esetben, az első fejezetre gondolunk, miért? Mert eltökélték az ő szíveikben, hogy következetesek maradnak, és hűségesek maradnak Istenhez és az isteni elvekhez. Még egyesek számára jelentéktelen dolgokat ők fontosnak tartottak, és sokszor így van mind a mai napig, hát az mi az, hát azt még meg lehet tenni, azt még el lehet fogyasztani, az még így úgy. Ők mégis komolyan vették. Hűségesek voltak. És Isten pedig bölcsességgel jutalmazta meg őket. 10-szer okosabbak lettek. A bölcsek Dániel könyve szerint fény lettek Babilonban. Hisz a Dániel könyvének a 12. fejezetében is így olvasuk, 3. versben, az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége, és akik sokakat igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké. Tehát így fénylettek ezen ifjak is, Babilonban, de így fénylik mindenki,
akik valóban az értelmes életet válasszák, amihez nagy mértékben hozzátartozik az is, hogy mennyire vigyázunk arra, hogy mit viszünk be a mi szervezetünkbe, hogy egészségesek maradjunk. És itt az utolsó gondolatkörre térjünk rá, az utolsó alcímünk azt mondja, hogy az életmód az utolsó napokban. Ugyebben eddig beszélgettünk Dánielről és az ő társairól, most nézzük meg, hogy milyen szempontból segít mi nekünk ez a kis történet az ő életükből. Jézus Krisztus az utolsó beszédében, ami a végidőről szólt, a Máté 21. fejezetének 15. versében, ott konkrétan mondja, hogy oda kell figyelni Dániel dolgaira, tanulmányozni kell, ajánlott, hogy tanulmányozzák az emberek Dánielnek a könyvét. És azt mondja, aki olvassa, értse meg. Dániel könyvének a tanulmányozása végül is oda vezetett, hogy az advent mozgalom megalakulhatott, és az advent egyház megszülethetett. Mindez a Dániel könyvének a tanulmányozásából bontakozott ki. A nagy advent várási időszak. Nem felejthetjük el, hogyha Isten nem adott volna kinyilatkoztatást, akkor mármint az úttörőknek, akik ebben az advent mozgalomban, advent várásban úttörőként mentek előre, akkor mármint az ő számukra adott kinyilatkoztatást, mármint az életmódjuk megváltoztatására nézve, hogy vigyázzanak jobban az életükre, hogy táplálkozzanak jobban, hogyha ezt nem kapták volna, meg lehetséges, hogy eloszlott volna, vagy pedig abban maradt volna, mert gyenge fizikumuk révén lehet, hogy így nem tudtak volna törékeny egészségállapotok miatt helytállni és elvégezni mindazt, amit Isten tőlük várt. Tehát az egészségügyi üzenet nélkül úgy is mondhatnánk, hogy semmiképpen sem tartanánk itt. Ahol most tartunk advent várás szempontjából a történelemben. Nem váltunk volna profétikus üzenet képviselőivé és világegyházzá. Ha a profétanőre gondolunk, Ellen Good White személyében 1848-ban látomást kapott a dohány, a teja és a kávé hatásairól. Ugyebár folyamatosan jöttek ezek az információk a Jóisten részéről, ébrezgette a népet, vigyázzatok, ezek miket kell elhagyni, és majdnem 10 évbe telt, ameddig mondjuk úgy megtisztították az egyházat a dohányzás ártalmától és szenvedélyétől. 1854-ben egy újabb látomás, ami a tisztálkodásra vonatkozott, úgy a saját testünk tisztálkodására, mint a lakhelyünknek a tisztántartására és rendjére nézve hasonlóképpen. 1863. június 6-án egy újabb kinyilatkoztatás az Isten részéről, ami az egészséges életmód elveit összefoglaló jellegben tárta az ő népe elé, valamint az, hogy az egészség megőrzése, tehát a betegség megelőzés, vagyis az egészség megőrzése része a mi keresztény kötelességünknek. És épp úgy része az evangélium üzenetének is. És ezért, mondjuk úgy, hogy része az evangélium üzenetének, ezért van egy helyen úgy fogalmazva a profitaság lelkében, hogy mint a hármasangyali üzenetnek a jobb keze az egészségügyi reform. Tehát része az evangéliumnak, része keresztény kötelességünknek. Ha az alapvető életműködésekre gondolunk, tehát hogy működik egy emberi szervezet, akkor ott van a szívverés, ott van a légzés, ott van az emésztés, ott van az anyagcsere, amelyek elmaradhatatlan dolgok ahhoz, hogy egy emberi szervezet működjön. Életben maradáshoz, szervezetünknek
Fenn kell tartani ezeket. Tehát kell működjön a szív, a tüdő, az emésztés, az anyagcsere. Ahhoz, hogy életben maradjunk, ezeknek állandóan, mint alap dolgoknak működni kell. De vannak magasabb rendű funkciók is, mint csupán úgymond a fizikumnak a fenntartása. És pedig a magasabb rendű funkciók közé tartozik az érzelem és a gondolkodás. Ami már ezek alap működése után következik. Tehát egészségünk megőrzése révén sokkal tisztábban fogunk tudni gondolkozni. Tehát ha vigyázunk, hogy jól működjön a szív, a tüdő és így a többi, ez segít érzelmi és gondolkodási viszonylatunkban is egy magasabb szintű emberi mi voltunkat megélni. De vannak még magasabb szintű vetülete is az emberi életnek, az emberi létnek. Itt pedig van az erkölcsi és a lelki dolgok, amelyek megint hozzá tartoznak az emberi élethez. Tehát Isten, úgy is mondhatnánk, Isten csodálatos teremtése vagyunk. A mi lényünk fizikai, érzelmi, szellemi, erkölcsi és lelki összetevőkből áll. Ez az egész egyet képez. Így teremtett, így alkotott bennünket a mindenható Isten. És itt van egy kérdésünk, vajon felépítésünkben ezek közül, amiket felsoroltunk, melyik a legellenállóbb? A fizikai? A szellemi? Érzelmi? Erkölcsi? Lelki? Melyik a legellenállóbb? Hát szerintem egyetértünk abban, hogy a fizikai a legellenállóbb. Úgy is mondhatnánk, a fizikai, a testünk az, ami otthont ad ennek a többinek. Az erkölcsi, a lelki, az érzelmi, a gondolkodós, a szellemi képességeinek. Testünk hatalmas teljesítményre képes, de vannak, akik ezen belül elhanyagolják az ő testüket, az otthont adó testet a többinek, elhanyagolják, sőt, visszaélnek a testük képességeivel. Egészségkárosító dolgokat juttatunk be, ami viszont kárára van a többinek, amit mind magába rejt a mi testünk, az érzelem, a gondolkodás, a lelki világ, az erkölcsi mi voltunk. Tehát a fizikainál már sokkal törékenyebb a szellemi képességünk, és még sérülékenyebb az erkölcs és a lelki világunk. Tehát a legszívósabb az emberi test. Igaz, amikor nem jutunk elég táplálékhoz, vagy ki tudja, milyen körülmények közé kerül egy ember, hallunk ilyen-olyan furcsa, elborzasztó dolgokat, és még mindig életben van, tehát rettentő szívós az emberi test. De miért van ez a láncreakció, hogy ennyire össze vannak kötve ezek a dolgok, hogy a Jóisten megteremtett bennünket? Azért, mert képességeink szoros kapcsolatban állnak egymással, és befolyásolják egymást. Nagyon sokat számít. Igaz, már nem kapsz elég levegőt, nem jut elég levegő a véren keresztül az agyba, igaz? Már károsul az agy. Tehát rettentő szoros kapcsolatban vannak egymással. Így olvasom egy idézetben Ellen White írónőtől. Titokzatos és csodálatos kapcsolat áll fenn az értelem és a test között. Egy másik idézet. A kegyességben való növekedéshez és a nyugodt természet elnyeréséhez tartsuk elengedhetetlennek a test egészségét. Ezt talán még egyszer olvasom. Tehát a kegyességben való növekedéshez, tehát szeretnénk fejlődni, jó életet élni, kegyes életet élni, szeretnénk nyugodt, természetű emberek kívánni, hogy ezt elérjük, azt mondja, elengedhetetlen feltétel a testi egészség. Tehát a testi egészségnek a megőrzését hangsúlyozza itt a prófétaság lelke. Egy bibliai profécia leírja annak az étrendjét, akit később így ismerünk meg, hogy Immánuel. Ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Tehát maga Jézus Krisztus, mint megváltónak az étrendjét. Így olvasjuk az Ésaiás 7. fejezetének 15. versében. Ki vajat és mézet eszik, még megtanulja a gonoszt megvetni,
és a jót választani. Ki vajat és mézet eszik, ameddig itt a földi testben, igaz, megtanulja a jót választani, vagyis egy tökéletes életre eljut, bemutat egy tökéletes életet. Ha visszaemlékezünk Kálmára, hogy mit ígért Jóisten a zsidó nép számára, milyen földet, azt mondja, hogy tejjel és mézzel folyó földként írja le az ő számukra. Na most egy kicsit furcsa elképzelni, most tényleg a folyók, vagy ilyen fehér tejfolyt, mindenütt csorgott a méz, vagy pedig Jézus Krisztus csak vajat és mézet evett, vagy mit akar kifejezni? Ezek metaforák itt a Bibliában, de mit akarnak kifejezni? Mit akarnak hangsúlyozni? És pedig azt, hogy abban az országban, ahova beviszi a Jóisten a zsidó népet, ahol maga a Messiás, Immanuel megszületik és velünk lesz az Isten, tehát abban az országban minden szükséges dolog megtalálható, ami egy egészséges életvitelhez megkövetelendő. Tehát egy teljes értékű, egészséges életmódot tud folytatni az ember. Az egészséges és teljes értékű táplálkozás Jézus esetében is segítette, hogy egy helyes gondolkodás és egy tiszta ítélő képesség birtokában lehessen. Tehát ez a metafor erre akar utalni. Teljes értékű étrend és táplálkozás, ami a bőség. Igaz? Mit mond a Biblia, amikor a minimumról beszél? Azt ígéri az Isten, hogy kenyeretek és vizetek el nem fogy. Ez mindig meg lesz. Ez elégséges az életben maradáshoz. De, amikor tejjel és mézzel, vajjal és mézzel folyó föld, azt jelenti, hogy a kenyérnél és a víznél sokkal több van. Bőséges, csodálatos ellátás az Istennek az emberhez viszonyítva, az ember irányában. Tehát a környező világot érzékszerveink által tudjuk felfedezni és megismerni. Van a szemünk, van a fülünk, van a tapintórendszerünk, igaz? Felfedezzük a világot. A lelki valóság, vagy a lelki világot viszont nem elég csupán ezekkel felfedezni, hogy van szemünk, van kezünk, van fülünk, van hallunk, és ilyesmi tapintunk, nem. Ennél többre van szükség a lelki világ felfedezéséhez, a lelki valósághoz, és pedig szükség van Isten igéjére, szükség van a Szentléleknek a vezetésére, és az ige szerzőjére. És ez a kapcsolatteremtés azonban az értelem segítségével valósul meg. Tehát, hogy valóban mi fel tudjuk fogni az Isten dolgait, szükség van a szemünkre, a kezünkre, a látásra, a tapintásra, érzékelésre, de ez együtt Isten igéjével, a Szentlélek vezetésével, ez segít meg ahhoz, hogy az ember értelemmel felfogja Isten dolgait. És épp ezért nagyon fontos az egészséges táplálkozás, az egészség megőrzése, tehát az egészség megelőzése, törekvés, mert az egészségtelen eledelek és táplálékok használata miatt Isten hangját egyre kevésbé leszünk képesek meghallani. Tehát így fogalmazhatnánk meg. Az ugye egészségtelenül táplálkozunk, egészségtelenül élünk, amit nem csak a táplálkozás tartozik ide, akkor egyre kevésbé hallja meg az ember az Isten hangját, mert a teste már nem úgy reagál ezen érzékeny dolgokra. Egy következő idézetet olvasok. Aki Jézus követőjének vallja magát, vegye eszébe, hogy kötelessége a lehető legegészségesebben megőrizni testét, hogy gondolkodása felhőtlen maradjon, hogy meg tudja érteni a mennyei dolgokat. Tehát feltétele az egészség megőrzése abban, hogy egyre mélyebben a mennyei dolgokat megérthessük. A Teremtő Isten ellátott bennünket testünk használati utasításával. Igaz, veszünk egy autót, veszünk egy mosógépet, bármi veszünk, mert használati útmutatás. És nem mindegy, hogy használod, hogy üzemeled be azt a dolgot,
Nyilván, ha vigyázol rá, hosszú távon, akkor működik, akkor van rá garancia, mondjuk mi. Na, de Jóisten ellátott ilyennel bennünket. De nem elég csupán ismerni a használati útmutatást, hanem azt a gyakorolni is kell, alkalmazni is kell. A lehető legegészségesebb eledelre van szükségünk, megfelelő időben, megfelelő mennyiségben kell ezeket fogyasztani, szükségünk van testmozgásra, elegendő vízre, tiszta levegőre, napfényre, elegendő alvásra, pihenésre, és ami a legfontosabb, szükségünk van Istenben való bizalomra. És mindezeket együtt véve, ezek segítenek nekünk Isten dolgait jobban megérteni. Az egészséges életmód elsődleges célja nem az, hogy hosszabb ideig éljünk. Nem ez az elsődleges cél. Az egészséges életmód elsődleges célja, hogy Isten dicsőségére éljünk. Ez az elsődleges cél. És hogyha Isten dicsőségére akarunk élni, akkor az Isten ennek jutalmául majd örök életet fog adni. És Dánielhez hasonlóan a lehető legjobban, ugyanakkor el kell végezzük a munkákat azon belül, hogy Isten dicsőségére akarunk élni. Dánielről véve a példát, visszatérve Dánielhez, meg kell tegyünk mindent Isten dicsőségére élve, a mindennapi munkánkat is a lehető legpontosabban elvégezzük. És mielőtt befejeznénk, még néhány gondolatot hadd említsünk meg. Nem szabad elfelejtsük, hogy a bibliai elvekkel összhangban élt élet, ez a legjobb bizonyság, amit tehetünk a mi Istenünkről. Tehát összhangban élni mindazokkal a dolgokkal, amit a Jóisten meghagyott. Itt a használati útmutató, ez az alap a Biblia. És itt nagyon sok mindent megtalálunk. Ilyen életet élni pedig, úgy is mondhatnánk, hogy csak is az Isten kegyelme az, ami tud segíteni mi nekünk ilyen életet élni. Tehát összhangban élni Isten dolgaival, az ő kegyelme által. Mit is jelent ez valójában? Kicsit érthetőbb módon megfogalmazva, Istent mindig az első helyre kell tenni a életünkben. És így a egészségünk megőrzése érdekében is. A mai világnak olyan emberekre van szüksége, akik nemet mondanak a megalkuvásnak. Úgy, mint Dániel és az ő társai. Arra akarta kényszeríteni őket az akkori Babilon, hogy megalkudjanak, hogy elfelejtsék azonosságtudatukat, beolvadjanak, ne legyen látható az, hogy ők kicsodák. Legyenek babilóniaiak. De ők nem alkottak meg. És ezért tudta az Isten megáldani őket, felhasználni őket. Fénylenek, mint csillagok, örökkön örökké. Gondoljuk el, és gondolkodjunk el saját magunkon. Ismerjük-e a Teremtő által, ami számunkra meghagyott használati útmutatót? Ismerjük? Mert ebben benne van az is, ami a mi egészségünkre nézve fontos. Ismerjük-e ezt? Ha nem ismerjük, akkor azt tanácsolnám, hogy tegyük meg mindent, hogy megismerjük. A Bibliában van az alap, de minden, ami a természetben, a Jóisten elrejtett fűben, fában, orvosságot, minden azért van, hogy a mi egészségünket szolgálja. Tehát ha nem ismerjük, tegyük meg mindent, hogy megismerjük, kezdve a Bibliától. De ha netán ismerjük, ha netán birtokában vagyunk már, lehet nagyon régóta ezen ismereteknek, akkor pedig azon gondolkozzunk el, hogy milyen pontokat illetően vagyunk viszont megalkuvóak, mert ismerjük ugyan, de viszont nem alkalmazunk ezeket a mi életünkben. Azért, hogy egészségünket megőrizzék, és életmódunkat javítják. Tehát mindenképpen gondolkozzunk el így is, és úgy is. És miközben gondolkozunk, hozzunk döntéseket. És hozzuk meg azt a döntést, hogy sáfárkodjunk jól
a mi életünkkel. Sáfárkodjunk jól a mi egészségünkkel, hogy életünket Isten dicsőségére élhessük, és ezzel egy időben pedig elvégezhessünk minden reánk bízott küldetését a Jóistennek. Ő segítse meg erre bennünket, az ő kegyelme által. Amen. Szerető Istenünk és mennyei jó atyánk, hálásak vagyunk te néked, hogy mostani pillanatokban is felhívod a mi figyelmünket egy nagyon fontos részletére a mi életünkben, ami pedig a táplálkozást illeti, ami nagyon befolyásolja a mi egészség állapotunkat. Köszönjük Istenünk, hogy te megteremtettél, köszönjük, hogy te biztosítottál arról bennünket, hogy tényleg egy használati útmutató is legyen a mi kezünkben, a te ígéd által, ahol a legalapvetőbb dolgokat elmagyarázod, és aki már ezt megtartja, és semmi mást, már az elégséges ahhoz, hogy valóban egy oly értelmet éljünk, oly életet éljünk, ami valóban igazi értelmet ad a mi életünknek, és egészséges testünk, hozzásegít arra bennünket, hogy mind mélyebben megismerjük a menny dolgait, az erkölcsi dolgok fontosságát, a lelki életnek a vetületeit, amiken keresztül te javítani akarsz bennünket, segíteni, építeni, nemesíteni akarsz. Köszönjük Istenünk, hogy te ennyire gondviselő atyánk vagy, és te annyi tanáccsal ellátsz bennünket. Istenünk, segíts meg, hogy ne csak ismerjük ezeket, hanem alkalmazzuk. Bocsáss meg nekünk, hogyha sok mindent ismerünk is, és sokkal kevesebbet élünk a mi életünkben. Segíts, hogy ameddig nem késő változtassunk, hogy aki pedig nem ismeri ezeket, akkor törekedjen, hogy még többet megismerjen, és valóban így készüljünk a veled való találkozásra, hogy fel tudj használni bennünket, hogy tényleg világosság legyünk, fény legyünk mások számára. Ne alkudjunk meg, hogy ne olvadjunk be Babilonba, hanem mindig látható legyen a különbség, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, akik másképp élünk, másképp táplálkozunk. Az egész életvitelünk más, mert csak így terjedhet a világosság a sötétségben. Köszönjük, hogy meghallgatsz és velünk leszel, Istenünk. Áldjuk ezért szent neved. Amen. Tisztelt gyülekezet, ezennel ma este Isten tiszteletünk végére érkeztünk. Kívánom azt, hogy a Jóisten legyen velünk az éjszakában, és szeretettel várunk mindenkit holnap délelőtt 10 órától a gyülekezetünkbe, amikor imaórával kezdünk, majd tapasztalati óra, közösségápolás, és majd szünet után 11 órától pedig Isten tiszteletünk, és majd délután 16 órától pedig szombatiskolai tanulmányunk átvétele. Jóisten legyen velünk, adjon nyugodalmas éjszakát mindannyiunk számára.